Otthonunk biztonsága is felbecsülhetetlenül fontos, amelyhez szükség van védelmi koncepcióra, és most ne kutyában gondolkozzunk, ugye, mert az is egyfajta védelmi koncepció lehet, de a következő kisfilmükben utána jártunk annak, milyen szempontokat vegyünk figyelembe a biztonságért felelős technológia kiválasztásában és szakszerű beépítése során. Biztonságtechnikai rendszerben ugye a vezetékes és a vezeték nélkül is szoktuk általában különböztetni, most már ugye léteznek hibrid rendszerek is. Tehát hogyha van egy alapkiépítés, egy vezetékes, és mondjuk egy későbbi bővítés során már nem lehet eljuttatni a vezetéket, vagy a kertbe szeretnénk felrakni egy kültéri mozgásérzékelőt, akkor ezeket már rádiósan is be tudjuk juttatni a központba. Tulajdonképpen innentől már csak a márka, a kinézet, ki mit szeretne, milyen funkciókat, milyen extra szolgáltatásokat. Mostanában nagyon-nagyon a kamerák felé mennek az emberek, mindenki azt szeretné, hogy lássa és hogy mi történik otthon. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó riasztórendszer legyen inkább az alapja. A hévvédelmet érdemes kialakítani, ugye nem csak mozgásérzékelőkben, mert ha otthon vagyunk, vagy van otthon állat, akkor a nyitásérzékelőket ablakokra, ajtókra érdemes felrakni. Ez akkor is jó, hogyha otthon vagyunk, egy éjszakai üzemmódot be lehet kapcsolni. Ezeket az érzékelőket már úgy szoktuk felszerelni, hogy a nyílászárónak az aljára, tehát nyáron buktatható legyen az ablak, és akkor ugyanúgy be lehessen élesíteni a rendszert. Biztonságtechnikában most tulajdonképpen a kamerák. Mindenki inkább azt szeretné, majd ő ránéz a saját telefonján, ugye amit már említettem is, hogy szerintem egy normális riasztórendszer kiépítése legyen az első, aztán érdemes persze a kamerákat is, hogyha van egy riasztás, akkor meg tudom nézni, hogy mi történt, ha megfelelő helyeken vannak a kamerák. Most már a kameráknak vannak analitikái is, tehát egy képzeletbeli vonalat kihúzok a kerítés vonalába, és megmondom, hogyha kintről befelé történik egy mozgás, vagy egy ember méretű valaki beugrik, akkor nekem küldjön egy üzenetet. Ugye a riasztó az pedig, ha van kültéri érzékelő, akkor ő tud jelezni nekem, ha van hozzá a kamera, akkor rá is tudok nézni. Most már hogyha saját kertben, saját házban, tehát nem egy ipari méretekben gondolkodunk, akkor egy kültéri mozgásérzékelővel, például ővele nagyon jól meg lehet a területet védeni. 15 méterre ellát 90 fokban, és ő benne belül beállítható, hogy merre lássam, tehát fel van téve a falra, a betörő nem tudja, hogy ő egyébként merre lát, meg pontosan mennyit, még ha be is néz esetleg, hogy is. Ugye fekete, sötétben nem annyira látszik, teljesen eltűnik. Az okos otthon az általában egy ilyen nagy kérdőjel az embereknek, hogy most mit is jelent. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a okostelefonomról kapcsolgatom a lámpát, ez már okos otthon. Ez én valójában egy távvezérlésnek tartom még ettől függetlenül, csak már nem egy távirányító, hanem a telefonomon keresztül. Egy jó ideje foglalkozom ezzel az okos otthon témával. Tulajdonképpen az okos otthon az automatizáció. Tehát amikor már úgymond megcsinálják a folyamatot helyettünk. Én például mindig azt szoktam mondani, mivel érdemes kezdeni egy okos otthont, vagy azt az egész dolgot. Kezdjük azzal, hogy a fűtési rendszert okosítjuk. Minden szobában például ugye fel tudunk rakni egy ilyen fali termosztátot, az is vezeték nélküli. Ugye ez méri a szobának a hőmérsékletét, és küldi a központnak, hogy hány fok van. És ott például az előre beállított automatizációk lefutnak, és
meg tudja mondani, hogy igen, ez egy hőmérséklet, aminél már nekem be kell kapcsolni. Például nekem otthon be van állítva, reggel mielőtt fölkerünk, már elkezdi felfűteni a nappalit, a lakásnak azon a részeit, ahol vagyunk. Viszont így kialakítható egy zónázható fűtési rendszer, ami azt jelenti, hogy minden helyiségben külön-külön meg tudom határozni, hány fok legyen. Ami ugye kényelmes is, és a végén energiamegtakarítása, tehát költséghatékonyabb lesz a rendszerünk. De általában ugye mindig az szokott lenni, hogy ahol már ezeket a rendszereket felraktuk, hogy vagy túl meleg van a szobákban, vagy túl hideg. Általában vagy a nappaliban, vagy egy hálószobában van a fali termosztát, sose jó. És ezekkel viszont minden szobában egyenként szépen be lehet állítani a hőmérsékletet. Ha radiátoros a fűtésünk, akkor fel lehet tenni egy ilyen elektromos szerepállítót a radiátorhoz, és akkor azt kinyitja, a kazánhoz is megvan a megfelelő modul, amivel azt elindítjuk, és akkor csak az a szoba nyit ki, amelyikre szükség van. Tehát általában ezzel érdemes elindulni, mert ez már érezhető, ezt tudja használni az ember. Utána lehet menni olyan irányba is, persze, hogy a lámpákat kapcsolgatjuk. Ha bekapcsolom a riasztót, akkor lekapcsolja a lámpákat, hazajövök, felkapcsolja. Onnantól, hogy van egy központunk, onnantól már bármilyen eszköz hozzá lehet tenni. Ez egy teljesen új irány, igazából se szabvány nincs rá, mindenki azt csinál, amit akar. Vannak magyar fejlesztők is, akik maguknak fejlesztettek le központot, alkalmazás hozzá. Egy a nagyon fontos, hogy mindig olyan eszközöket szerezzünk be, vagy akitől szeretnénk az okos otthon megrendelni, amik úgymond dobozos eszközök, tehát például előre le vannak gyártva, ezeknek megvan egy vezeték nélküli kommunikációja. Ami kifejezetten a wifi-re épülő eszközök, azokat nem ajánlom, tehát az otthoni wifi hálózatra csatlakoznak föl, azok sokszor általában, hogyha otthon nincs hálózat, valamiért nem megy a router, akkor megállnak. Ők viszont, ami le van neki küldve program, azok egymás között szépen meg tudják csinálni.